Érvényes pályázatot 1895 önkormányzat adott be, a teljes pályázati igény több mint 35 milliárd forint volt. A 7 milliárd forintos keretből az első 5 milliárdos ütemben 311, a második 2 milliárdos ütemben 130 kapott támogatást. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 22 település fejleszthet. A pályázat alapvetően a felújítást, karbantartást preferálja, nem pedig új létesítmények létrehozását. Ugye ez egy nemzeti forrásból kiírt pályázat. Ennek megfelelően egyszerű maga a pályázat is, tehát a népszerűségét én azt gondolom az is adja, hogy nem igényel pályázatírót vagy különösebb bonyolult szaktudást. Az elérhető összeg maximuma az 30 millió forint volt, például az intézmények felújításánál. Vannak olyan önkormányzatok, amelyek kevesebbet igényeltek. Szabolcs-Szatmár megyében ez azért annyira nem jelentős, hiszen itt azért nagyobbak a települések, de az ország más területén volt olyan település, aki összesen 1,6 millió forintot igényelt, és azt nyerte el. A megyében 7,7 millió forint volt az a legkisebb összeg, amit kértek és kaptak, és hát 30 millió a plafon. Nyírtelek is nyert a belügyminisztérium pályázatán a település útfejlesztésre igényelt támogatási összeget, közel 15 millió forintot költhet majd a Vasvári Pál utca rendbetételére. A támogatásból 850 méter útszakaszt újítanak majd fel. A következő évbe tervezzük ennek a megvalósulását. Április-májusra tesszük ezt, azért mert akkor már az időjárás megengedi, hogy egy jó minőségű útat tudjunk elkészíteni. A pályázat pedig lehetőséget ad arra, hogy 2017. december 31-éig valósítsuk ezt meg. Következő költségvetésből pedig az önkormányzat saját erőből szeretnél nem csak ezt a 850 métert, hanem az egész utcát megújítani. Nyírtelek mellett többek között Baktalórendháza, Gégény, Kántor János és Komorú is kapott önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre támogatást.